Végzett mérnökök számára indított szakmérnök képzést a Bajai Eötvös József Főiskola, a kihelyezett oktatást a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságon tartják. Az árvíz és belvízvédelmi szakirányon 55 mérnök tanul, 4 fél éven át 400 órán keresztül bővítik ismereteiket. Első ízben 2006-ban, majd azt követően 2008-ban tanulhattak a mérnökök a meghirdetett képzésben. A Nyíregyházára kihelyezett képzésben a vízügyi igazgatóság saját dolgozói is részt vesznek. Az alapdiplomám az környezetgazdálkodási agrármérnök, azonban úgy gondolom, hogy gyakorlati képzettséggel is ki kell egészítenem a diplomámat, hogy szakmai tapasztalatokat is szerezhessek. Ezért a most induló bajai képzés nagyon jó lehetőséget biztosít, ez az ár- és belvízvédelmi szakmérnöki képzés. Különösen azért, mert az osztályon, ahol dolgozom, belvízvédelmi feladatokat is ellátunk a vízhasznosítás mellett. Úgyhogy nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy jelentkeztem, felvételt nyertem, külön örülök annak is, hogy más kollégákkal, az egész országból más kollégákkal is tapasztalatot cserélhetünk, megismerkedhetünk, hiszen egy nagyobb védekezésnél, akár ár- vagy belvízvédelemről legyen szó, erre szükség lehet, hogy ismerjük egymást és jó kapcsolatot építsünk ki. Egyébként 7. alkalommal indul képzés a Bajai Főiskola szervezésében. Eddig összesen 232 hallgató tett sikeres vizsgát és szerzett szakmérnök diplomát. Az árvíz és belvízvédelmi szakirányon résztvevők 4 fél éven, mintegy 400 órán keresztül bővítik ismereteiket. Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem, mint vízellátás csatornázás szakirányba, de innen rögtön kivitelezésbe kerültem, majd tervezésbe, és csak 17 évvel az egyetem elvégzése után, egy fél évvel ezelőtt kerültem a Feti Vizik kötelékébe, ahol fél éves itt létem után adódott a lehetőség, hogy részt vegyek egy szakirányú képzésen. Vízügyi igazgatóságnál gyakoriak az árvíz és belvízvédekezési feladatok, amelyeknek a gyakorlati végrehajtásához nagyon jó alapot, hátteret nyújt ez a képzés. A témát folytatjuk itt a stúdióban Csorbák Erikával, a Feti Vízik igazgatási és jogi osztályának a vezetőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy fél mondattal kapcsolódjunk a végszóhoz. Ugye ezek az ismeretek, amit itt a mérnökök megtanulnak, vagy a mérnök hallgatók elsajátítanak, ez ár- és belvízvédelemnél lesz majd hasznos. Hogyha megnézzük az elmúlt 2-3 hét időjárását, akkor van-e belvízhelyzet itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, vagy valamelyik területen van-e készültség? Igen, igazgatóságunk működési területén a Felső-Szabolcs alsóöblözetében van elsőfokú belvízvédelmi készültség. És ez milyen feladatokat jelent? Ez valójában a belső rendszernek a víztelenítésében játszik fontos szerepet, mint lefolyástalan terület. Itt csak szivattyús átemeléssel tudjuk a belvizet a befogadó Tisza folyóba emelni. A szivattyú telepek üzemét jelenti csupán. Ebben az időszakban azért fokozottabban figyelnek, és a jelzőrendszer egyébként az 0-24 órában működik, ez köztudott, figyelik a külterületeket is, illetve a külföldi vízgyűjtő területeket is. Mit látnak most? Semmi. Az előrejelzéseink szerint komolyabb belvízhelyzetre nem számítunk, sem árvízhelyzetre, de az időjárás az kiszámíthatatlan, tehát bármely pillanatban alakulhatnak érdekes ár- és belvízes szituációk. Ennyire voltam kíváncsi, hogy ugye egy fokozott és állandó készültségben vannak önök ott az igazgatóságon. Térjünk át a képzésre, hiszen ez nagyon fontos, hogy a gyakorlatban jól képzett mérnökökkel rendelkezzenek, és éppen ezért már hagyományosan az említett Bajai Főiskolával, felsőoktatási intézménnyel szoros a kapcsolat. Milyen módra tekint vissza ez a kapcsolat? Igazgatóságunk már 3. alkalommal házigazdája ennek a szakmérnöki képzésnek. Fölismerve az ágazatban azt a tényt, hogy a szakember utánpótlásunkkal gond van, ezért ez a képzés nem csak továbbképzés jelent, hanem valamilyen szintű átképzést is, mint az előbb a bejátszásból láthattuk, hogy a kolléganő agrármérnökként végzett, és most lehetőség nyílik, hogy komolyabban megismerkedjen az új szakmai specifikumokkal. Itt nagyon érdekes tantárgyakat hallgathatnak a tanulók, mint elhangzott már 400 órában. Ebben a fél évben, február 22-én indult a képzés, és nem csak a vízügytörténeti sajátosságokat hallgatják, hanem a hidraulika, a hidrológia, árvízvédekezés, belvízvédekezés módszerét, eszközeit, és az új fogalommal is, a fogalom tartalmával is megismerkednek, mint például az árvízkockázatkezelés,
a nagyvízi mederkezelés, és tározó rendszerek kialakítása, üzemeltetése. Szóval ez egy olyan átfogó képzés, amelyre a gyakorlatban óriási szükség van, hiszen köztudott, hogy az igazgatóságunkon viszonylag kevés, mondhatnám kevés a szakképzett mérnök, szakirányú végzettségű mérnök. Ezért is gondoltuk azt, hogy a 17 árvízvédelmi szakaszunkon és a 12 belvízvédelmi szakaszunkon a jelenleg szakirányú végzettséggel rendelkező kollégáink sem képesek már ellátni a műszaki irányítói feladatokat. Ezért is jó erre ez a képzés, hogy akik nem alapvízügyes mérnökök, megfelelő szaktudásra tesznek szert. Egyébként ezt a szakirányt hol és hogyan tanulhatják? Ha valójában ez a Bajai Főiskolának az egyik kihelyezett képzése, és ő, mint a mi igazgatóságunk partnere, felismerve azt a tényt, hogy mi a legtöbb embert tudjuk szinte beiskolázni, mert eléggé kitett helyzetben vagyunk, pontosabban a legkitettebbek és legveszélyeztetettebb területen dolgozunk, a Tisza hirtelen jött árhullámai a lefolyástalan belvizes területek miatt. Ezért mi itt, ha helyszínen szervezzük a képzést, mint már mondtam, harmadik alkalommal, sokkal több munkaerőt tudunk beiskolázni, mint a többi területen lévő. A képzésen részt vesz a 12 vízügyi igazgatóságról, szinte valamelyikről, valamennyiről egy-egy vagy 4-5 hallgató, mi most is 18 fővel vagyunk az iskolában. Persze nehezíti a dolgozóink életét az, hogy a napi feladatokat is el kell lássák, és mellett tanulnak természetesen. Magyarán, milyen korszerű ismereteket ad át ez a képzés, hiszen ez is egy olyan terület, amiben vannak újfajta technológiák, technikai megoldások, korszerű ismeretek, informatikai ismeretek is, akár stb. És ezt hogyan gyakorolják a gyakorlatban? Mert ugye ma már, és ugye épp véget ért önöknél egy úgynevezett duális képzés, ma már arra fektetik a hangsúlyt a felsőoktatásban is, hogy a gyakorlatban is szó szerint ténykedjenek a hallgatók. Igen, a hallgatóink, ha most visszacsatolunk a szakképzésre, akkor a mindennapi életben kamatoztatják a szakmérnöki képzés elméleti anyagát. Itt az a néhány új dolog, például az informatikában egy-kettő dimenziós modelleket tanulnak, korszerű informatikai eszközöket használnak. Itt a mérnöki tervezéstől az előrejelzésig mindenben hasznosíthatják ezt a elméleti és gyakorlati tudást, és akkor a duális képzésről néhány gondolatot. Nem csak a végzett szakmérnökeink kapnak majd megfelelő lehetőséget, és nagyobb biztonsági munkaerőt biztosítanak számunkra, hanem a Bajai Főiskolával együttműködve igazgatóságunk az elmúlt évben bekapcsolódott a duális képzésben. Ennek óriási jelentősége van, hiszen a főiskolai hallgatókat a gyakorlaton az elméleti tudásukat, amit a főiskolán megszereztek, a gyakorlatban gyakorlati ismeretekkel egészítjük ki. Szakképzett és nagyon jó szakembereink, mérnökeink segítik a munkájukat. Ebben a fél évben ebben az iskola évben 4 duális hallgatónk volt. Ők sikeres gyakorlati vizsgát is tettek. A mérnöki informatika és a geodézia tantárgyait gyakorolták, és saját önálló projekt feladatukkal zárták a gyakorlati időszakot. És azért még hozzátehetjük azt, hogy ezeket a képzéseket támogatják is. A szakmérnök képzés például nem a mérnököket terheli, annak a költsége, hanem jelentős támogatás van ezen a területen. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és beszélgettünk erről az igen fontos témáról.